Gól ollózva. És sarokkal. Szebbnél szebb találatokat szerzett az Eto FC Győr női labdarúgó csapata. A bajnokság első 5 mérkőzését megnyerték a zöldfehérek, így érdemes ránézni a tabellára. Ezt öreg Szintia is olykor megteszi. Én személy szerint nézegettem, és nagyon, nagyon tetszetős. Igazából hibátlanul szerepeltünk ebben a negyedben. Hogyan látod az erőviszonyokat? Én úgy gondolom, hogy ahogy most áll a tabella, talán az a reális. Aztán igazából még lehetnek nagy fordulatok, hisz még nagyon-nagyon sok van a bajnokságból. Én személy szerint tényleg olyasmire számítok, ami tavaly volt. Egy Puskás, MTK harmadik helyre, valamelyik a kettő közül, és természetesen Eto-Fradi döntőre számítok. Nem csak a megszerzett pontokkal, hanem a hétről hétre egyre jobban összecsiszolódó csapatjátékkal is elégedett Dörnyei Balázs vezetőedző. Ugye eléggé hektikus nyarunk volt, nagyon sokat nagyon jól dolgoztak a játékosok, de voltak hiányzóink. Azzal nem szokta a mérkőzéseken, az edző mérkőzéseken foglalkozni, ez egy állapot, hogyha egy játékos nem áll az edzőnek a rendelkezésére, úgyhogy arra nem fogtunk eredményeket, meg egyébként sem számítanak nálam nagyon felkészülési mérkőzések eredményei. Utána viszont, ahogy volt több időnk együtt dolgozni, nagyon szépen fejlődött a csapatnak a játéka. Most már láthatok olyan páros-hármas kapcsolatokat is, amiknek fejlesztés az idő kell, hogy megismerjék egymást emberként is, illetve sportolóként is. Ebben szerintem nagyon jól állunk. Hogyha lehetne százalékot mondani, akkor a 70% körül van most már a csapatnak a teljesítménye. Amiben élesebbé kell válnunk, az a helyzet kihasználásunk. De tavaly nagyon sok gondunk volt a helyzet kialakítással, úgy néz ki, hogy ebben tudtunk előrelépni. Nyilván azoknak a játékosoknak is köszönhetően, akik érkeztek. A helyzeteknek a nagyobb számmal történő sikeres befejezése az, ami még előttünk áll szerintem. Nyáron tért haza az Egyesült Államokból Zágonyi Barbara, aki pont ilyen első 2 hónapról álmodott. Ha valaki megmondta volna, hogy ilyen lesz a 2 hónapon, miután hazajöttem, akkor abszolút elfogadom. Nagyon tetszik a csapat is, az edzések is, meg hát ugye a meccseredmények is nagyon jók. A sikerek egyébként fontosak ilyen szempontból, hogy az ember jól érezze magát? Hát persze. Igen, nem is feltétlenül az első most, hanem a fejlődésem meg, hogy visszaszokjak a magyar ritmusba, de nyilván a sikerek is nagyban hozzájárulnak az ember boldogságához. Van egyébként, ami azért nehezen ment ilyen szempontból? Minden. Hát ugye 5 évig voltam Amerikában, azután hazajönni eleve nehéz, nagy váltás, visszaszokni a magyar mentalitásba, a magyar játékstílusba, meg mindennapokban is nagyon más a magánéletbe is, de nagyon szeretem. De mondjuk nem kell gondolni olyan sokat utazni. Igen, az nagyon nagy plusz, hogy biciklivel járok mindenhova, minden közel van egymáshoz itt Győrben. A klubnál elégedettek az új igazolásokkal, mindenki jól beilleszkedett a csapatba. Idén próbáltam változtatni az átigazoláson, igazából rengeteg játékos ajánlást kapunk, viszont most gyakorlatilag egyetlen egy olyan játékos sem érkezett, talán Majala Dani az, akit nem ismertem úgy közelebbről, viszont őt megismerték közvetlen volt kollégáim. Aki olyan játékosok érkeztek, akiket tudtam valamilyen szinten felmérni. Nagyon fontos volt az ember része, tehát például abszolút kötelezőnek éreztem azt, hogy személyes beszélgetések legyenek, akár az Zoom-on, akár személyesen. Úgyhogy nagyon fontos volt az emberi oldala. Tehát én hát az átigazási időszak előtt a szakmai elé helyeztem az emberi oldalt egyértelműen, nyilván a tavaly előtti tapasztalatokból okulva, úgyhogy ebből a szempontból nagyon fontos volt. Illetve azt akartam, hogy egy olyan játékra tudjunk átállni, egy gyorsabb, dinamikusabb játék, olyan játékosokkal, akik több poszton is bevethetőek, és bármelyik poszton a mérkőzés közben is feltalálják magukat. Ebből a szempontból szerintem most jól állunk. Nincs még kész a csapatunk, de egy nagyon klassz fejlődési évben vagyunk szerintem. A héten mindössze 2 kapus és 5 mezőnyjátékos tud edzeni Győrben. A többiek a felnőtt vagy a korosztályos válogatottakat erősítik. Nagyon nagy büszkeség, hogy ennyi játékost adunk a válogatottnak, és igazából a külföldi válogatottakhoz is elment pár játékosunk, illetve az utánpótlás válogatottakhoz. Hát nekünk egy kicsit érdekes, elég kevesen vagyunk, viszont több idő jut az apróbb dolgokra. Szerintem ezek is nagyon hasznosak tudnak lenni, ezek a periódusok, mert itt mindenkire több idő, meg figyelem jut, külön le tudunk ülni, videózni, és át tudunk menni azokon a dolgokon, amikkel például nem lenne időnk, hogyha itt lenne mindenki, plusz az edzéseken is szerintem több ilyen egyéni képzésre van időnk.